Megnőtt a háttérsugárzás radioaktív gázfelhő miatt a Szeverodvinszki robbanás után, figyelmeztetett az orosz hidrometeorológiai szolgálat. Közleményükben ezt írják. A Szeverodvinszkben vett minták, radionuklid összetétele rövid élettartamú radionuklidok jelenlétét mutatta, amelyek bomlása során radioaktív neves gázok képződnek. Ez vagy egy atomreaktor robbanás, vagy egy kilövelés nukleáris reaktorból. Ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség, mondja az orosz Greenpeace szakembere. A vizsgálatok folytatása érdekében fontos tudnunk, milyen egyéb radionuklidok kerültek a környezetbe. Úgy tudjuk, hogy az orosz hidrometeorológiai szolgálat vett mintákat a levegőből, de a baleset a tengerben történt, ezért elengedhetetlen, hogy legyenek információink a tengerbe kibocsájtott radionuklidokról, valamint a radionuklidok felhalmozódásának lehetséges veszélyeiről, például a tengerből nyert élelmiszerekben. Az ökoaktivisták további részletes információk közzétételét kérik a fegyverkíséret során bekövetkezett baleset következményeiről, amely eddigi tudásuk szerint 5 ember halálát okozta.